a 80-as évek elején Békés Csabán lépték fel a gimnáziumunkban. És mi az? Hát akkor Rózsa Ferencnek hívták, most Andrássy. Most már mondom, igen. Pesten van egy Rózsa Ferenc műfáz, ott léptem föl múlt vasárnap, Rózsa maradt. Nincs Ferenc. Igen. De a rózsát meg mindig úgy mondták, megyünk a rózsába. Igen, egyébként mi is így használtuk, tehát maradhatott volna így rózsa. És nekem az volt, amit örök, tehát azóta is hordozok magamban élményt arról az estről, hogy följött egy pasi, egymagában, ott ült a teljes gimnázium vele szemben az ifjúsági házban, és elkezdett beszélni arról, ahogy élünk. És ez egy középiskolásnak a 80-as évek Magyarországán egy ilyen flow élmény volt, ugye ma ezt mondanánk rá, hogy ezek a szövegek, ezek honnan táplálkoztak? Hát tudod, erre azt mondják, amikor én Pestre kerültem, hogy azért nem zavarom senkinek a közegét, mert így nem tudnak irigykedni a már ott lévő bejáratott humoristák, mert én egy szociográfikus kabarét adok elő, annyira az életről szól, és annyira személyesen fogalmazom meg, hogy ez nem zavarja a köreiket. Ők mindig vidítani akarnak valamiből, megírni egy jelenetet, jaj, de viccesek vagyunk, jaj, nevetnek, stb. Én pedig azzal az éllel mondtam el, hogy közéleti volt, de nem az aktuál politika került bele, hanem mindaz, amit megélünk. És örülök, hogy ezt észrevetted, és ez mind azért volt, mert ahová mentem, akár egy középiskolába, akár egyetemi klubba, akár ifjúsági klubokba, az volt a jellemző, hogy akik ott vannak, azok ugyanúgy érdeklődtek a közélet iránt, mint én. Ennek következtében vették alapot, mert tudták, hogy miről beszélek, mert csak akkor veszik alapot. A poén akkor érthető, mind a ketten tudjuk, hogy miről beszélünk. Én miről beszélek, ő mit hall. És ugyanígy jártam Orosházára, azt hiszem Árpád gimnáziumban ott, és stb. Mindenfelé, és a középiskolások is, az egyetemisták, meg a melós klubok is úgy fogadtak mindig, hogy jön a bandó. És abban jön a bandóban benne volt az, hogy amit ő hoz, az bandós. És köszönöm, hogy ezt elmesélted, mert jó érzés úgy visszagondolni, hogy kvázi akkor annak ellenére, még nem voltam olyan érett, mint amilyen éretté lehettem később, de már az érés korszakában is úgy tudtam beszélni, hogy a mai napig hordoz aktualitásokat az akkori mondandóm. Nem változott sok minden. Volt egy kégling falán kép. Kégling még van, mondjam még? Hát a képet már el kellett adni. Volt villanyunk nem is rég, kikapcsolták, mondjam még? És ezt mikor végigmondom, most élik át. Minden percben, hogy ez most is rajtam csattan. Ezt 90-ben írtam, 33 éve. Hogy a csodába? Hát úgy, hogy akkor ugyanazt vettem észre az átkosban, vagy az átkos után valamennyivel, mint amit most is észrelni lehet, most még durvábban. Most visszahallgattam egy pár ilyen estedet, és bennem megmaradt egy mondat, azt hiszem, ez a 94-es estből volt, hogy már sosem lesz olyan, hogy mindenkinek jobb lesz kicsit, most az van, hogy vagy nagyon jó, vagy egyáltalán nem jó. És ez ma még durvábban hat ez a mondat. Hadd reagáljak azzal, amit el szoktam mondani, hogy nekem boldog gyerekkorom volt, bár szegényesen éltünk. Ez benne van a műsoromban, majdnem ugyanígy. Hogy az az akkori szegénység, az mondjuk így, hogy egyenruha szegénység volt, tehát azonos. Hogy nem azt jelentette, hogy lecsúsztunk, hanem hogy egy szinten vagyunk szegényként. Ahogy Tesknek a java része, a nagy többsége, így mondom, mert nem a java, Deszk lakosainak nagy többsége szegény volt. Én így tudtam. Lehet, hogy voltak ott kiemelkedőbbek, gazdagabbak, de nem emlékszem csak egy-két emberre, akinek nagyon ment. Nagyobb volt a háza, volt, mikor a Pali, nem tudom milyen Pali bácsi fölépítette az első emeletes házat a Deszken a főutcán, hát az egy ilyen izé volt, hogy na mit nagy Zola Pali. Tehát megvolt ez a rész. Most, hogyha valaki szegény, titkolja még azok előtt is, akik az ő partnerei a szegénységben, mondjuk így társai a szegénységben. Mert
nem jó elmondani azt, hogy most bemegyek a boltba, és a szokásos 3 vagy 5 alma helyett csak 2 veszek meg, a szokásos 3 paprika, 4 paradicsom helyett 2-1 veszek meg, és ha hiszed, ha nem, ez még nálunk is így van, a feleségem úgy megy, az András, ne haragudj, mikor ránéztem a paprikára, azt mondtam, én ebből nem hozok 3-at, 2 hozok, szeld vékonyabbra, és megtesszük. Senki nem dőzsölhet, főleg nem fölöslegesen, és mostani szegénység azt jelenti, hogy ha van, mondtam a Ritának is, Gwendolinnak is, erről beszélgettünk, hogyha van 100 000 forintom, amiből most vásárolok, az sokkal kevesebbet ér, mert többet kell mindenért fizetnem, magyarán az inflációval leszedik rólam a többletet, amit megtarthatnék. Ma 100 000 forint fél évvel ezelőtti, vagy 1 évvel ezelőtti 100 000-es értékén ma 160 000-et kell kifizetni. És nem értem, hogy hogy van annyi gógyia sokaknak, hogy nem veszik észre, hogy a 100 helyet 160-at költöttem ugyanabban az intervallumban, ugyanarra valamire. Na most erről én írok publicisztikákat, de nem viszem már föl a színpadra, csak így beszélgetésben. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ma erről beszélnél a igen, színpadon. Igen, nem humorizálom el, hanem úgy beszélem meg a közönséggel, mint múltkor Pesten voltam a Senior Klubban, vagy itt Szegeden is a Ifjúsági Házban volt a nagy Senior Klub rendezvény, és ilyesmiről is szó esett, hogy nem elviccelem idézőbe a dolgot, hanem kibeszélgetem magamból, kibeszélgetem velük. Mert már szégyennek tartom, hogy én arról humorizáljak, ami olyan tragédiákat hordoz, amik bennük játszódnak le. Nagyon csinyán kell bánni még ezzel is. Pedig engem a szövegeid már akkoriban is azért érintettek meg a monológiaid, az előadásaid, mert úgy lehetett nevetni, hogy közben sírt belül az ember. Én azt mondtam mindig, hogy én a hétkrajcár humoristája vagyok. Az, amit megírok, annak olyan a hatásra, vagy olyasmi, mint mikor odaérünk a novella végére, hogy a koldus ad egy krajcárt, és az anya véresre neveti magát a történet végén. Hogy ez mindig jellemző volt, és én gyakran kaptam jelzésként, vagy levelet, vagy utóbbi időben e-maileket, hogy milyen érdekes, hogy nevetünk, de a végén sírni tudnánk, vagy sírunk, és te oldozol ki egy nevetéssel. Ezek mind fontos részei az én múltamnak, az életemnek, hogy ez azért is jött elő, és ezt hadd mondjam, mert fontosnak érzem, hogy én szegényként indultam. Tehát ha a hitelesség szóba kerül, akkor az pont abból adódik, hogy attól vagyok hiteles, hogy tudják, hogy nem egy gazdag családba született stand-upos vagyok, hanem én vagyok az, aki ezt valaha megélte, ha kőművesként, amikor úgy dolgoztam, kisiparosként, akkor úgy, hogyha apaként, aki az egzisztenciáját próbált egyenesben tartani, itt Szegeden, az úttörőtéren, a gépipari melletti szuternél lakásban, akkor úgy, ha kijártam Csengelére, Rúzsára, kőművesként melózni, akkor úgy. De ha valaki a hiteles közegből jön, és ebből nem szakad ki, nem szakad el attól, ami ő volt régen, akkor abból ez következik. Ugye egy házasságban a bizalom a legfontosabb szó, ha most leegyszerűsítem humorra, ott pedig a hitelesség. Könyveket írsz, meséket írsz, tárcákat írsz, még mindig kiállsz a közönség elé, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy festesz, karikaturistaként indultál, és úgy összegezted ezt, hogy te népművelő vagy. Mit jelent ez a te értelmezésedben, hogy népművelő? Ezt azért tettem most már ennyire, hogy mondjam, felerősítetté, mert én eddig is így gondolkodtam, sőt néptanítót mondott rám Herényi Károly, amikor az Oltalom rádiónak adtam interjút. A tanító is nagyon jó, mondtam neki tényleg, mert ha a falusi tanítókból
tanítóbácsikból, tanítónénikből indulunk, bizony fontos dolgot tettek, hogy a falusi gyerekeket följebb hozták, hogy a mélyről indulással lehetőséget adtak az előbbre jutáshoz, és ott kint töltötték az idejüket, idézőjelbe kint, tehát a tanyavilágban. A népművelőt pedig azért akartam most már, és kérlek benneteket is, hogyha a nevem odaírjátok, az legyen alatt, hogy népművelő, mert abban benne van az, a verseimet megírva, a gyerekeknek adok pluszt, művelem az agyukat. Amikor humorban, írásban, könyvben, publicisztikában hozom magam, akkor a felnőtteknek adok valamit. Népművelés. Kiművelt emberfőkre van szükség, visszaidézem a legnagyobb magyart. És amikor humoristaként föllépek, vagy ha így beszélgetünk, ez is azt kell, hogy hordozza, hogy nem fecsegünk, hanem beszélgetünk azért, hogy aki minket néz, hallgat, az azt érezze, hogy most érdemes volt végigülni ezt a beszélgetést, mert volt egy mondat, ami fontos volt számomra. Abban a mondatban valami olyasmit fogalmaztam meg, és ő olyat kapott, amiért megérte meghallgatni a beszélgetést. Mert ugye leül két ember beszélgetni, anélkül, hogy ne hordozna értéket, fölöslegessé válik a beszélgetés. És mindig bízom abban, itt is előjön a hitelesség, hogy nem egy magától elszállt pali ül itt veled együtt, hanem egy olyan, aki még ezzel is szándéka van, adni akar. Volt régen egy ilyen megállapításom, amikor egy bulvárlapnak kértek tőlem interjút, és én már 10-15 éve csak írott válaszokat adok írott kérdésekre, ha lapról van szó. Nem bízom a leírásokban, ami telefonon készült vagy élőben, és baromi sok dolog van, mire mindent kijavítok, ha nem úgy van. És azt mondtam, írva válaszolok. Én Esterházy Péterrel a halál előtt elég jó kapcsolatba kerültem. Az egyik könyvét egy az egybe kézírással leírtam, míg ő érte szorítottam, el is küldtem neki a szívsegédigéit. És nagyon vázlatos kis félmondatokat írkált mindig. És én később egy Váncsa István interjúból tudtam meg, hogy miért volt ez így. Mert a levelezésben leírt mondataiért is vállalni akarta a felelősséget, mert az is az írói munkásságának része volt, ő annak tekintette. És nagyon helyesen, mert egy író, ha interjút ad, lehet, hogy kicsit pongyolábban fogalmaz, bár nem ez a jellemző. De amikor visszaadjuk írva, attól kezdve az ott idézhető. És ha csak egy hiba van benne, akár mondattanilag, akár stílusában vagy bármi, később megbánja. És így ilyen kis vázlatokat írkált, és én utána ezt őrzöm persze, és megnyugodva vettem tudomást, hogy nem engem vett félvárról, hanem vigyázott az ő értékére. Mi az író értéke? Jól tud fogalmazni, mert az írás egy művészet. Gyönyörű interjút hallgattam többször már Krasznahorkai Lászlótól, akinek a mondatfűzései ismerős, ugye hatodik oldal után jön egy pont, és addig csak vesszők vannak, de zseniálisan ír, és ezek a művészi megmutatkozásai annak, hogy mit jelent az, ha ír valaki. Annak, hogy te a kis embereknek adtál teret a beszélgetéseidben, vagy a monológiaidban, az előadásaidban, abból mennyire következett egyenesen mondjuk akár a közéleti szerepvállalás, a politikai megmérettetés, vagy az, amit a hajléktalanokért tettél? Ez úgy jön, és ezt sokan meg kell, hogy értsék. Nem azt mondom, hogy sokan nem értik, mert lehet, hogy helytelen lenne a fogalmazás, de sokaknak kell megérteniük, hogy az az ember, aki írásra adja a fejét, azaz politikussá válik úgy, hogy a poliszért beszél a városért. Az nem politizál, de olyan szempontból politizál, hogy a városért beszél. A város most képlet, lehet egy település, kisebb, nagyobb, lehet az ország. Magyarország az én városállamom, leegyszerűsítve. Nem tartozom senkihez, de magamnak tartozom annyival, hogy azt mondjam el, amit gondolok. Ez lehet tévedés, lehet mellényúlás, lehet maszatolás is néha, vagy bármi, de nem ez a szándék, hanem az, hogy amit észlelek ebben az országban, amire azt mondom, hogy a hazám,
és joggal mondom, okkal mondom ezt. Régen azt mondtam, egy jó mondásom volt szerintem, hogy nem, az, nem csak az a haza szeretet, ha én szeretem a hazát, hanem a haza is szeressen engem, és jussunk el idáig. Ebben benne van az is, hogy ki irányítja és hogyan a hazát. Ezért nekem író, írás tudóként megvan a felelősségem, hogy a 100 évvel ezelőtt a nyugatosok beszéltek az írás tudók felelősségéről, vita volt ebből és egyebek. Én azt mondom, hogy ez mindig élő vita, minden írás tudónak legalább a gondolatait rögzítenie kell papíron, képen, hangban, és el kell mondani. Minél többen hallják, annál jobban és nagyobb sebességgel és nagyobb mennyiségben terjed a gondolat, a szellemi irány. És ha csak néhányan csatlakoznak a gondolathoz, és fogadják be magukba, és teszik magukévá, vagy gondolkoznak hasonlóan, akkor az egész országra kihat. És a bulvárlappal kapcsolatban, hogy elindultam, adtam egy interjút, és volt benne egy szó, amire mondták, hogy ezt cseréljen már le, mert ez egy női magazin. Na most mondtam, hogy figyeljetek ide, ti mostan azokat sértettétek meg, akiknek a lapotok szól. Honnan föltételezitek azt, hogy a nők ezt a szót nem ismerik? Majd utána néznek, vagy ha nem, akkor oly mindegy. De tételezzük már föl azt, hogy az olvasó azt a szót is ismeri. És a ti célotok ne az legyen, hogy lenyomjátok az olvasót egy alacsony szintre, és még csak az se, hogy szinten tartjátok, hanem az, hogy emeljétek föl. Itt kezdődik az igazi népművelői feladat, amiről beszélünk, hogy mindig fölemelni, hogy mindig azt képzelni, hogy képes vagyok arra, hogy azzal, amit írok, mondok, amit teszek, azzal én fölemelek embereket abból a rossz világból, rossz gondolkodásból, amiben esetleg vagy tévedésben vannak, vagy nem gondolták át, vagy kevesebb a tudásuk ahhoz, hogy átgondolják. Nagyon nehéz meghatározni, de gyakran mondták már, és magam is pártolom ezt a kifejezést, hogy az emberiség 70%-a él méltatlanul mély szinten. A 30% az, akikből a minimális zseni kikerül, a nagyon képzett tudós réteg és egy szélesebb réteg, akik igyekeznek lépést tartani a világgal, azaz fölszedik a tanulnivalókat, tudnak, stb. És aztán mélyebben olyan mindegy alapon élnek, giliszta egyik végén be a föld, másik végén ki, nem haszontalan, mert közben a földet porhanyossá teszi, de mondj egy valamit, ami azután még történt, és ez a giliszta lét, ez számomra nem lét. Szókratész gyakran idézgetem, hogy a vizsgálódás nélkül élet nem embernek való élet. No hát mi a vizsgálódók vagyunk. Vannak-e olyan értékek, erkölcsi normák, etikai kihívások, amiket ilyen talpkőnek tartasz, hogy ezek azok, amik mentén élni szeretsz? Mindig valamihez viszonyítom, én ezt gondolom, amikor állást kell foglalnom egy ügyben. Akár most, ha csak az élő példákat mondom, a pedagógusok, az egészségügyek kapcsolatban, vagy egy kormánydöntéssel kapcsolatban, az adott pillanatban és az adottakból dolgozva igyekszem kibontani magamból az azzal kapcsolatos mondandómat. Most, hogy jó néhány napja Gál Völgyiért csak 41 perc után ment ki a mentő, a minap, hogy beszélgetünk, előtte 2 nappal jelent meg a Magyar Hang, amelynek 2 hetente írója vagyok, ott kibontottam a véleményem ezzel kapcsolatban. Az az írás nem született volna meg, ha nincs ez, ami történt, és ott is elmondtam, hogy vágjuk le a Gál Völgyit a névről. Maradjunk Jánosnál, azaz a sok Jánosnál, akik ezt nagyon sokan hasonlóképpen élik át, csak nem kerülnek szóba. Megint csak visszakanyarodtam a kisemberhez. Egy Jánosról van szó, nem Gál Völgyiről. Senkivel nem teltik meg, és mivel indítottam, Verebes Pistával, aki annak idején nekem emlékezetesé maradt mondatot mondott a rádiókabariban, konferenciéként, hogy
most, hogy ismert lettem, és bemegyek egy üzletbe, azt is megkapom, amit akkor is meg kéne kapnom, ha nem ismernek. Ez akkor számomra egy átütő mondat volt. Jól, tökéletesen megfogalmazott gondolat, olyan, mintha ha magam mondtam volna el, akkor is büszke vagyok rá, és így a verebesre vagyok büszke, jól fogalmazta meg. De a lényege mégiscsak ez, hogy egyenlőség minden téren, hogy senki ne élvezzen előnyöket. Ebben van az, hogy kinyeri a tendert. Benne van az, hogy egy gázszerelőből hogy lehet ilyen hazug módon az ország, majdnem azt mondtam, világ, az ország leggazdagabb emberét csinálni úgy, hogy tudom, hogy nem ő a leggazdagabb, hanem Orbán Viktor. Csak ott van egy név, aki mindazt a vagyont hordozza a neve alatt, ami egyébként a mi 800 ezret birtokló kormányfőnk vagyona, az én föltételezésem szerint. Tudnélik, nem hiszem el. Kőművesként a számlákat ki tudtam állítani, de nem tudtam volna az ország leggazdagabb emberévé lenni. Ő el is mondta, hogy a Jóistennek és Orbánnak köszönhető. Engem Mészáros Lőrinc neve hergel minden pillanatban. Ha kell, naponta is minden írásomban visszatérek rá, mert itt van a legnagyobb ámítás. Emögött van a legnagyobb csalás, a többi már mind ennek következménye, hozománya, mint ahogy a híres tokai megállapításuk volt, vagy jegyzőkönyvi mondatuk, hogy nem mi kapjuk a legtöbbet. Onnan indult minden. Ott már meghatározták, értsd már meg, jobb, ha mi kevesebbet kapunk, akkor nem figyelnek arra, hogy mi is lenyúltunk egy rohadt nagy összeget. Na most ezekről, ha nem beszélünk, előjön az, amit majd itt Szegeden elmondok a hetedikei műsoromban, Babits Jónás könyve. Ezzel fogom zárni a műsort. Ezt most elmondtam nemrég a Rózsába Pesten is. Fantasztikus. Olyan vége volt, percekig vastaps fölállva. De a lényeg, ami benne van, vétkesek közt cinkos, aki néma. Na most ahány vétkes itt van, és most nem oldalakhoz kötöm, mert bárhol találunk. Ezek között hallgatni arról, amit nekem el kell mondani, azt jelenti, hogy velük együtt vétkezem. Tehát ha ezt valaki egyszer és mindenkorban rögzíti szívében, agyában, hogy felelős vagyok azért, hogy nekem van mondandóm, megírom, elmondom vagy sem. Na ez az alapja mindennek, és azt szeretném, hogyha úgy lennék, ha nem úgy lennék, mint Hajdanán, még az Átkosban volt egy interjú egy nyugdíjassal a Magyar Rádióban, akkor még közrádió volt, és azt mondta egy nyugdíjas, most már nyugdíjas vagyok, tehát elmondhatom. Tehát a munkás korában nem merte elmondani. Miért? Mit csináltak volna vele? Hát a Szibériában ülő két orosz rab mondja az egyik, te tudok egy jó politikai viccet, azt mondja, el nem mondva, elvisznek, szóval innen, hova? Na most az a nyugdíjas, melósként bármit elmondhatott volna, de nem merte. Na most ugyanez van. A lomb nélküli lombsétány egy mosolygóssal lájkolta egy közmunkás, és azóta csak a kiszúrás kapja a polgármestertől, magyarán elvette a jogot tőle, hogy ő mosolyogjon azon, ami röhelyes. Hát ha beülne a műsoromra, és valaki röhögne azon, hogy én a lombsétányról beszélek, és ő odaszólna, vagy pofán vágná, az normális? Hát magát a szólás, a reagálás szabadságát akarta elvenni tőle. Illetve hát úgy tiltotta, és úgy állt hozzá, hogy őt ezzel nem sértett. Ki ő? Hát régen a portás volt a legnagyobb úr. Valóvá bementünk, ott dőltem minden, hogy bejutunk vagy se. Most meg ezek a kis királyok. Szóval hol tartunk? És nem csoda, hogy az emberben megmozdul minden, és ahogy most is ökölbe szorul a keze. Most egy nagyot fogok váltani. Mert hogy ugye ez a beszélgetés azért születik, mert tegnap, azaz a Szeged napján megkapta a Prórbe-díjt. Mit jelent neked Szeged? Ugye olyan sok helyen végig kacskaringoztad az országot, úgy gondolom, hogy ma az otthon az Pécset van, de van-e olyan, hogy itthon?
Hát mondjuk azt, hogy én egy eléggé világpolgárra avanzsáltam a véletlen folytán, mert egyrészt ugye deszki születésűként nekem a faluma mindenem volt. Abból táplálkoztam, az éltetett. Amikor a Sosem volt Toszkán, a regényemet írtam, oda mentem föltérképezni a régi utcákat, a temetőkbe kerestem a neveket, és a többi. Amikor Szegedre kerültem, óhatatlan a városommá lett. Rögtön birkózni mentem a Szvesébe, rögtön jelentkeztem a Modern Színpadba, a Kerpeli Judit színésznő vezette, hogy színjátszak. Olyan boldog voltam, a Proúrbeli átadása után oda jött a Fekete Gizi, akivel mi Modern Színpadon együtt játszottunk, hogy emlékszel, mondom, Gizi, olyan boldog vagyok, hogy vagy minden. Tudnélik, hát azóta nem találkoztunk. Nem jártam a Szegedi Színházban, nem láttam őt, ezt is sajnálom előadásokon, de tudtam, hogy ő van. És tudtam, hogy jó színésznő, de most boldog voltam, hogy oda jött. És egy új találkozás. Na, ezek azok, amik számomra visszahozzák mindig azt, hogy én szegedivé lettem, hogy itt kezdtem el karikatúristaként, birkozó versenyeimet nyertem. Innen Minerva színpaddal játszottuk sok-sok darabunkat. A Mici Mackó csapata, egy-két évvel ezelőtt halt meg Molnár Jutka, Mici Mackó, tavaly halt meg Nagy Ági, a Malacka, előtte a Vida Bandi. Ezeket az embereket én szerettem. A barátaim voltak, mint a Mici Mackó csapat is, egymás barátai. És ezek mind kötések. Én hiányolom azt, hogy mikor Szegedre jövök, olyan régi barátaim, akikkel jóba voltam, nem keresnek meg egy-egy műsoron, csak kevesen vannak, akik eljönnek, pedig volt egy Szabóm, Balogh Misi, volt egy Farmer Szabóm, a király, volt a Pincér, meghalt a Frici, úgy tudom, a Szegedbárba, sorolhatnám, akikkel nekem kapcsolatom volt. Katonabarátaim, Tapodi Miska az egyetlen, aki Kiskundorozsmáról néha fölhív, hogy miért van az, hogy ezek a számukra elporladó dolgok, én bennem meg élnek. Én mikor Szegedre jöttem családostól, Anikó nénit a Feketesas utcában mindig fölkerestem családommal. Ő volt a magyar tanárnőm. Mentem hozzá. Amikor a Klauzán téren megálltam a Virágcukrászdánál 80-as években Boncz Gézáikkal, mentünk ki Újvidékre föllépni, a szembeházban lakott török tanárú Janicsár. Lerohan, Bondókám, szervusz, mögláttalak az ablakból, leköllött gyűnöm, hogy mögöleljelek. Hát én olyan boldog voltam, hogy jön a tanárbácsi, és a többiek mondják ki, mondom, a matek tanár, és lejött. Tehát ez az oda-vissza működő tisztelet, szeretet, az itt megélt évek, ezt teszik azt, hogy bár világpolgár lettem, mert mindenütt megtalálom a helyem, de azért az Szeged azt jelenti, mikor Pécset mondom azt, hogy na bemegyünk Pécsre, a kijebb részről, ahol lakunk, akkor mindig rájövök, hát basszus, én csak Szegedre megyek be. Tehát nekem az itteni utcák az ismerősek névről is, a pécsi utcákról nagyjából tudom, hogy melyik, de nem bírom már megjegyezni. A szegedi utcák meg tudom, hogy a Somogyi, Loskola utca és a többi, Kárász utca, minden bennem van. Ezek azt jelentik, hogy itt nem tévedek el, a nem tévedés alatt azt értem, hogy bármerre elvisznek, visszatalálok, mert otthon vagyok. Pécsről se tévedek el, de nem ugyanaz a helyzet. És amik kötnek, ezek az emlékek a legfontosabbak. Sokat mesélek róla Ritának is, Gwendolinnak is, és aminek örülök, hogy azok a barátok, akik nem felejtettek el, mint tegnap itt volt a megnyitón Lukács Peti. Ő dobolt az Angyalok zenekarban, a Vági Laci, Ranklója és meg a Bodor Pisti zenét vele együtt. Hát olyan emlékeket, Dáni János utcában volt az Angyalok klubja, akkor Eric Claptont játszottak, és a többit, szóval csoda emlékek. És én ott csináltam az első irodalmi szünetet a Dáni utcában. De zenekari szünet, akkor Sós Zoltán versek, Villon versek mentek, Karinti monológok, az Így írtok tiből. Tehát ott is népművelőként már azt akartam, hogy ne úgy teljen a szünet, hogy kint cigiznek, isztak minden, bent irodalom legyen. És úgy fölfejlődött, mindig megkértük, hogy csak azok maradjanak bent, akik érdeklődnek, az iránt történik. Többiek menjenek ki.
kimentek. Legközelebb kétszer annyian voltunk. Harmadjára teli volt a terem, mindenki benn maradt. Ez a népművelés. Tehát, hogy ott teremted meg a színházat, ahol adva van hozzá a közönség. Akkor a Prórbedi ezt a szegediséget ismeri el? Én remélem, hogy minden benne van. Az utána következő díszvacsorán mondta el a polgármester Botka, hogy nem értettem pontosan, hogy több szavazat meg javaslat érkezett. Azt nem tudom pontosan, nem értettem meg, hogy kiktől a tavalyi 75. születésnapom hozta ezt a többek által összejött javaslatot, amit aztán így elfogadott a közgyűlés. És ebben benne lehet, azt mondták nekem tegnap, Bandó, téged minden szegedi szeret. És ez most annyira olyan, hogy mondjam, megérint és meghat, hogy nem tudom, hogy minden szegedi szeret, de az érzete az embernek jó, hogy ez, hogy ennyi év után se veszett semmi el abból, ami akkor megvolt, sőt, teljessé duzzadt. Régen azt mondtam egy interjúban, később ezt egy görög filozófustól is olvastam, hogy nem a csúcsra akarok érni, hanem egy fensíkra. Mert ha fölélek a csúcsra, onnan le kell haladni. De fölérni, és ott lenni egy fensíkon, az a hosszú jelenlétet nem hulló csillagot jelent, hanem az igazi csillogó, a sztárt, ahogy nyugaton mondják. És most gondolj bele, hogy 62-ben kezdtem el itt a szereplésem, most 23-ban vagyunk. 60 évet mondhatok úgy magam mögött, hogy ez számomra egy fensík. És ez az őrület, és ez a csodálatos ebben, hogy nem veszteni el a becsületet, nem veszteni el a hitelességet, a humorérzéket, gazdagítani az én tudásom, ezáltal átadni a tudást másoknak népművelőként. Tehát, hogy minden úgy jött össze, ahogy azt a sors elrendelte. És a minap fogalmaztam meg magamnak ezt, hogy a mi életünk, mindannyiunké, ha kijelölt sors, akkor körülbelül olyan, mint a tájfutók, hogy ki vannak jelölve a pontok, ahová el kell futnod, mindegyiket érinteni kell ahhoz, hogy célba ér. Na ez a mi életünk, hogy innen elindulunk, az első pont a Deszki általános iskola, versmondás, Csimbum cirkusz, Bruhaha Kelemen, a második Szeged, a technikum, Szvese birkózás, irodalmi színpad, majd karikatúra a Dél-Magyarnak, Szegedi Egyetemnek. Innen humoristaként elindulok, karikatúra kiállítás, eljutok Pestre, majd visszaarra szólok Orfűrre, az egy faluba, mert nem bírom a nagyot, a nagy fővárost, és Orfűrről bemegyek Pécsre, mert most már kint egy kicsit sok volt, és az új családdal új helyre költöztünk, és onnan még mindig vágyom Szegedre. De félek összepakolni azt a sok könyvet, ami közben az enyém lett. Amúgy a többiben még lehet, hogy elbánnánk, de nem zárjuk ki. Mikor földadtam a Ritának, mi lenne, ha Szegedre költöznénk, akkor azt mondta, hogy ezt komolyan gondolod? Mondom, fölvetődött bennem. Most így, hogy érzem ezt a szeretetet, hogy lehet, hogy itt találnánk egy helyet, eladnánk a pécsi házat, a könyveim egy részét felszámolnám, ami még fontos, amit majd újraolvasok, azt hoznám el, többit odaajándékoznám egy könyvtárnak, és akkor lehet, hogy könnyebben fölcuccolnánk. De hát, ahogy mondják, hogy öreg fát már nem ültetünk át, nem érzem magam öregnek, akár itt újra is tudnám kezdeni, de akkor egy gyönyörű kör zárulna be. Ez nem egy elvetendő ötlet. Ezt neked biztosan vissza is vár. Én gondolom, hogy megtalálnának egy pára, meg én is megtalálnék pár barátot, meg egyáltalán, tudod, az, hogy üldögélni a Széchenyi téren, a Tisza partján, elsétálni a dugóig, a Kárász utcán, a Kölcsei sarkán megállni, és ott bárki jön, az biztos, hogy ott jön. Tehát a Kölcsei Kárász utca sarok, az mindig a találkozási pont volt sokakkal. Úgyhogy ezek mind emlékek, és ha ezek fölelevenednének, lehet, hogy jót is tenne a lelkemnek, a fene tudja. Mondom, nem elvetendő, de nem úgy mondom, hogy ez biztos szándék, de már maga a gondolat is jó leső. Kívánom azt, hogy sokáig legyél ezen a fensíkon. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönöm.